valami állat itt cincog a háttérben, nem tudom, hogy mi ez. Jajajaj. Itt egy csatti. Csattibaság. Majdnem meg is ölt minket együttésre. Kettő életem maradt. Jó estét kívánok, üdvözlök minden kedves nézőt a mai esti, csütörtök esti streamünkön. A mai napon egy új gyöngyszeret fogunk megnézni, az úgynevezett Valheim nevezetű ilyen túlélős akció játékot. Ugorjunk bele, start game. Csinálunk egy új karaktert, úgyhogy nézzük. Egy, egy pixelből álló emberkét itt behozott. Gyorsan csináljunk neki valami hajat. Hogy használjuk a csatorna nevünket, legyünk Nerkan. A hatalmas, oké, nem fér ki. Én ezek Nerkan a hatalm. Jól áll a név, oké. És kész az első karakterünk, kapott egy ilyen kis bőr tunikát egyből, és kész a karakterünk, nyomni meg egy start gombot. Úgy néz ki, hogy ugyanúgy, mint a Minecraftban, itt is random generálva van a világunk. Tehát itt a játék adott nekünk egy seedet, és nevezzük az első világunkat mondjuk Nerkániának. Kész. Kész is van Nerkánia. Lépjünk be, és nézzük meg, hogy milyen világot generál számunkra a játék. Jó, egy történettel indít. A Valheim az, ha jól értelmeztem az utolsó pár mondatot, akkor ilyen túlvilágszerűség, úgyhogy gondolom a mi karakterünk is ide fog lekerülni. Igen, ott visz minket valami nagy papagáj madárember, és gondolom mindjárt le fog minket dobni. Ami nagyon meglepő nekem és mai játékokhoz nem olyan megszokott dolog, az az, hogy mindössze 1 GB volt a játéknak a mérete, és ahogy nézem, nem egy rossz grafikával rendelkezik, tehát elég érdekes. De gyönyörű szép fényeffektek vannak itt a madárnak a tollán, nem tudom, láttátok-e, hogy itt repül. Egy 1 GB-os játékhoz képest, illetve 17 euró vagy körülbelül annyi, ha körülbelül a játékhoz képest, eddig grafikailag én azt mondom, hogy rendben vagyunk. Sőt, remélhetőleg a gépem is fogja bírni. Oké, megérkeztünk Valheim területére, és rögtön köszön minket egy madár, ez egy holló. Ha jól tudom, Odinnak, az egyik viking istennek a holló volt az ilyen állata, és lehet, hogy ő jött el hozzá. Oké. Na, beszéljünk akkor ezzel a madárral, Hugin. Oké, akkor nem Odin ült itt. Én vagyok Hugin, azért küldtek ide, hogy a 10. világba eligazítsalak. A körülötted lévő monumentális kövek, ilyen feláldozási kövek, az ilyen forszékeneket reprezentálják, akiket le kell, hogy vadász annak érdekében, hogy a Valhallába kerül. Ugye a Valhalla az a kereszténységnek megfelelően mennyországra fordít, talán durván, csúnyán. Ugye az összes harcos, aki ilyen nagyon magas színvonalú életet élt, meg kiváló harcos volt, az a Valhallába került a viking istenek mellé. Úgyhogy azért, hogy oda kerüljünk, le kell, hogy győzzük majd ezeket a szörnyeket, és minden egyes kő egy ilyen szörnyet reprezentál, úgyhogy eddig tiszta a dolog. Nézzük, mit tartogat még számunkra. Ezek a varázskövek szétlettek dobálva a földeken Odin által, és forszékenek felé mutatják az irányt ezek a kövek. Ha közelebbről megnézed, ez, ami most van épp a holló, az Eiktir nevezeti prédádat, az első prédádat fogja megmutatni. Egy hatalmas nagy szörny, szóval fel kell, hogy készülj ahhoz, hogy megkíséred a legyőzését. És akkor csekkoljuk le ezt a Vegisvir Elitikikir nevezeti szörnyet, rögzítjük a helyszínt. Ilyen közel van hozzánk. Van egy térképünk, és ez egy egész hatalmas nagy bolygó, hogyha kizumolom, tehát eszméletlen nagy a világ, amit úgy néz ki, hogy felfedezhetünk.
ez a picike kis rész van nekünk itt megadva egyenlőre is. A szörny Aegthyr az itt helyezhető, itt helyezkedik el. Őt kell, hogy legyőzzük. Ugye a játék alapjárat ilyen túlélő játék, úgyhogy ugyanúgy, mint a Medieval Dynastyban mondjuk, vagy a Minecraftban, tudunk gyűjtögetni meg két bizonyos elemeket, úgyhogy van itt a földön nálunk ág, amit fel is vettem, és ennek majd köszönhetően új kraftolási lehetőségek jöttek létre. Van még kődarab, csapjuk is bele az inventory-ba, legyen nálunk minél több ilyen kis dolog, és elindulok óvatosan a bossnak az irányába, viszont nem akarok bele megharcolni, csak megnézem, hogy ki ez, mi az egyáltalán, és ha lenyomom a kontrollt, akkor úgy néz ki, hogy osonkodni is tudok. Igen, ami fura, hogy hátulnézetes a játék. Elvileg itt van előttem a főnök. Nem látok senkit. Remélem, nem fogom ugye nekem ugrani így a semmiből. Hopp, észrevett, hol van? Hallottam valami cincogást. Tehát nem akarok még vele megküzdeni, csak meg akarom nézni, ja, ide vezetett egy másik köz, oké, akkor nincs is itt semmiféle állat. Még jó, hogy nem rohantam be az erdőbe és kezdtem el felfegyverkezni. És a sztori az nincsen lefordítva, úgyhogy ezt továbbra is én fogom nektek fordítani. Azt mondja, hogy találtál egy idéző helyet, az egyik ilyen Forsaken nevezeti ellenfélnek. A megfelelő áldozattal az oltárnál el fognak ide jönni. Légy óvatos, ezek a Forsakenek nem egyszerű áldozatok, vagy ellenfelek. Szóval készíts el egy erős fegyvert, és a legjobb páncélt, illetve egyél egy laktató ételt, mielőtt megküzdesz vele. Oké, Mr. Papagáj, ezeket fogom csinálni. És itt egy rúnakő, nem tudom, hogy most megnyomom, akkor beidézem, vagy csak megnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy eljöjjön. Rúnakő, vadásszátok a fajtáját, aha, tehát gondolom akkor őzeket, jó volt ez, őzeket kell feláldozni, és akkor el fog jönni ez az állat. Oké, hát akkor kezdünk el gyűjtögetni, fogalmam nincs, hogy mit kéne csinálni, gondolom bal oldalt van egy villánk, egy fogalmam nincs, hogy milyen jelünk. Q betű pedig az autófutás. 25, ez a 25 az életpontunkat jelöli. Azt tudom, hogy ha eszel, akkor 25-ös életerődet ki tudod tolni, ott meg van egy nagyon furcsa élőlény van. Nem kéne még közel menni hozzá, venjünk ki a nyílt placra és tanulmányozzuk kicsit a dolgokat. Oké, tehát 25 életerőd van. Olvastam egy cikket játékkal kapcsolatban, hogy a különböző ételek növelik az életerődet, és figyelned kell arra is, hogy változatosan étkezzél, tehát nem ehetsz meg három ugyanolyan fajta ételt, hogy minél több életerőd legyen, viszont ha megeszel, mit tudom én, egy húst, egy gyümölcsöt, meg egy zöldséget, akkor megbusztolja az alap életedet. Ami még érdekes mechanika a játékba, az, hogyha jobb fölülre néztek, nem látszik, de hogyha ide néztek, most mutatom itt a kurzorra, a minimapnál, a minimap bal alsó csücskében láthatok egy fehér nyilat. Ez a fehér nyíl az pedig azt indikálja, hogy melyik irányba fúj a szél. Ezt egyik játékban sem láttam még egyébként, ez nagyon érdekes mechanika. És erről a szélről, amit tudni kell, azt, hogy ha például odamegyek az őzikéhez, azt olvastam, hogy az őzek megérzik a karakterednek a szagát. Tehát, hogy most felé fúj a szél, az őz az elméletileg el kellene, hogy rohanjon jobban, ugye? Hogy igen, tehát Google-val voltam, az őz mögött valamennyire, és a szél odafújta a szagomat, ezért meg is ijedt tőlünk. Oké. Az életelőtől balra gondolom az étel vagy a szomjúságot jelzi.
Az alatt lévő, az a villa, értelemszerűen feltételezem, az, hogy mennyit kell kajálnunk. És ez a fura, én nem is tudom milyen jel, ez meg, ezt meg ki kell derítsük, hogy mi micsoda. Közben jobb alul írja nekünk a játék, hogy az egyes egérgombbal tudunk ütni, jobb kattintással védeni. Megnyomjuk a középső egérgombot, akkor pedig rúgunk egyet. Oké. Biztos vagyok benne, hogy lehet meg gurulni is valahogy. Szó köz, illetve a kettes egérgombbal pedig ki tudunk térni, tehát nyomod a jobb klikket, akkor csatában odébb tudsz gurulni, hogy nyerje egy kis teret majd. Tehát tabbal behozzuk az inventorinkat, és ennyi helyen rendelkezünk, illetve Medieval Dynastyhoz hasonlóan itt is figyelünk kell arra, hogy mennyi súlyt cipelünk magunkkal. Ugye 300 mértékegységnyi súlyt tudunk vinni magunkkal. Oké. Jobb oldalt látható az, hogy milyen dolgokat tudunk barkácsolni. Ugye itt írja, hogy a kőfej széhez kell nekünk még 5 darab fa, illetve 4 kő darab. De fát azt a földön találtunk, és gondolom később majd, hogyha a kőfejsz segítséggel vágunk ki fát, akkor biztos vagyok benne, hogy úgy tudunk még fát szerezni. Bunkosbot szintén fából készül, illetve a kalapács szintén fából. Ahogy szerzed az eszközöket, majd a hozzávalókat a játékban, úgy fogod kinyitni a különböző recepteket, hogy milyen dolgokat tudsz lecraftolni. És közben itt fent vannak még ilyen ikonok, nem tudom, hogy melyik mit csinál. Valheim gyűjtemény. Van itt, gondolom ez a szörnyekről ilyen naplót vezet a karakteret, hogy ki mit tud csinálni, illetve hogy mi mire való. Tehát itt írja ezeket az oltárokat, amivel már találkoztunk. Gondolom, hogy haladsz a játékban, itt vissza tudod tekerni, vissza tudod nézni, hogy miket is kellene csinálnod. Mellette lévő ikonunk képzettségek, tehát vannak különböző képességek a játékban. A Skyrimhoz megfelelően minél többet csinálod ezeket, ahogy észrevettem eddig, annál jobb, ügyesebb lesz a karaktered ezekben. Tehát minél többet rohangálunk, annál jobb futó leszel, és így tovább, ha ugrándozok majd fel alá, mint egy bolha, akkor pedig annál jobban tudok majd ugrálni. És gondolom, hogy harcolok, úgy pedig fejlődni fog a harcom is. Oké, trófeák, feltételezem, hogyha legyőzzük ezeket a szörnyeket majd, akkor oda fogjuk begyűjteni. Illetve PvP-t ki be tudjuk kapcsolgatni, igen, ez egy többszemélyes játék. Ha jól emlékszem, 20 személlyel tudod egyszerre játszani, tehát hogyha bejoinoltok egy online PvP szerverre, akkor tudtok más játékosokkal is megküzdeni. De nekünk most nem ez lesz még a célunk, egyenlőre egy játékos módban essünk neki a játéknak. És nem tudom, hogy ez a vadisznó agresszíve. Oké, visszajöttek is. Holló barátunk, akar mi nekünk mondani valamit. És most már le is fordította nekünk a kis mondandóját. Igen, ez a leltár és a barkácsolási képernyő, az új receptek akkor válnak elérhetővel, amikor az összes szükséges alapanyaggal rendelkezel hozzájuk. Így van, tehát ezt mondtam is nektek. Megszerez az alapanyagot, ki fogod nyitni a receptet az adott eszközhöz. Próbálj meg készíteni egy bunkosbotot némi fából, vagy egy kőbalt, tehát fából és kőből tipp. Kova követ a víz mellett találod. Oké. Akkor meg is van az első feladatunk, hogy elszereznünk követ, illetve fákat. És itt közben pánikol a szarvas. Jó, még nem akarom leboxolni, ez majd hogyha lesz bunkosbot vagy valami eszközünk, akkor majd betámadjuk őket. Nem tudom, hogy így a vízből nem tudok külön inni. Még ki kell majd derítenünk, hogy honnan tudunk szerezni innivalót, ennivalót. Ott van például egy bokocsk, mellette van egy kis szörnyike. Nem akarok neki menni, amíg nincsen egy bunkosbotunk legalább. Oké, nem Minecraft, nem tudom kiütni a fát. Vagy igen? Kétlen. Lehet gyakorolni a fákon a harcot, viszont ez érdekes koncepció, viszont értelmes egyébként, tehát valóságban is azért tudsz így gyakorolgatni, nem csak élő ellenfelen. Nekem főleg most fadarabra lenne szükségem, amit a földön találok, úgyhogy beljebb kéne még merészkednünk. Próbálj meg minél több dolgot összeszedni. Kő az van dögivel. És kell még 4 darab fa. Ugye találtunk egyet, ahogy beszpanoltunk.
Ott hevert a földön. Itt van még egy. Még szerzünk egy párat. Szerintem a baltát fogom először megcsinálni, és akkor nem lesz ilyen problémánk. És nekem jött itt a haverom. Nem tudom, megpróbálom megküzdeni, mert nem tűnik ennyire veszélyesnek. Igazából leboxoljuk. Amikor ő üt, akkor pedig hátra bukfencelni. Nem tudom, hogy játszottatok-e a Dark Souls-zal, vagy hasonló játékokkal. Ugye figyelni kell, ugye gyors legyen a reakció, és amikor látod, hogy csap felé, akkor hátra gurulunk egyet. És Mike Tyson-osan egy-két jobb balhoroggal ezeket a nem is tudom milyen szürke patyakat megsemmisítjük gyorsan. Kész, oldalbordán vágtuk, és most már jó, szereztünk 5 darab fát. Csak csináljuk meg gyorsan a kőfejszénket, le is craftoltuk. És készen van. 2-es gyors billentyűre kirakt nekünk a játék. Tudom, hogy még ez a játék elej, de ez vagy a Medieval Dynasty az első ránézésre. Fogalmam nincs, Marci. A Medieval Dynasty nekem az nem tetszik, hogy az nagyon így az építkezésre van ráfókuszálva, és nem olyan tudsz itt hadakozni benne, de szerintem mindkettő játék egyébként teljesen jó. Erről a játékról ugye még nem tudom mit mondani, hiszen most kezdtem el. Oké, van baltánk, úgyhogy próbálj meg kivágni egy fát, nézzük meg. A favágáson kaptam egy szintet, mondom, minél több fát fogunk kiütni, annál epikebb favágók leszünk. Jó sok ütés kellett egy fának, viszont le is döntöttük az egészet, leesett, és gondolom most fel kéne, hogy daraboljuk kisebb fadarabokra. Legalábbis így van. Jó, tehát ugyanúgy kivágod a fát, kidől, majd ezt a kidőlt fát feljebb darabolod. Így van, megvelünk ezzel, és 10 darab fát kaptunk is, tehát igazából megvan az első balta, utána a fát azt már nem nehéz szerezni. Oké, közben kezd esteledni, ahogy nézem. Vagy nem, csak fújt a szél, nem tudom. Nézzük meg, hogy miket tudunk még csinálni. Csinálunk egy fáklyát, azt ugye kiütöttek azokat a kis szürke fattyakat. Azok dobtak nekünk gyantát. Egy darab gyanta, meg egy fa, az pedig készít nekünk egy fáklyát. Kell nekünk még kalapács, illetve még bunkós bot. Oké. És így, hogy elkészítettem ezeket a dolgokat, a bunkós botot, a harcolást tudjuk használni. Közben itt a kis madár barátunk, mondanék van nekünk valamit. Azt mondja, hogy kalapács, with this tool you will raise mighty walls and towering fortifications. Tehát ezzel az eszközzel hatalmas nagy csarnokokat, illetve erődöket tudsz majd csinálni. Kezd el azzal, hogy egy workbench-et, tehát ilyen barkácsasztalt készítesz el, és az lehetővé teszi majd neked, hogy több eszközt gyártsál. Oké. Tehát ezt is fogjuk csinálni. Itt vannak közben ilyen szörnyikék, nekkek, ilyen kis béka valaminek néz ki. De most már van bunkós botunk, úgyhogy nem jelentenek problémát. Megfarkat szereztünk tőle, nem tudom, hogy ezt meg tudjuk enni, mert úgy néz ki, hogy volt ott husika abba a farok részbe. Kész, bunkós bottal nincs akadály. Kicsapjuk már a fákját, hogy lássunk valamit. Tehát a fákja is segít kicsit melegen tartani karakterünket.
igen, a hátulnézetes játéknak a hátránya ilyenkor, hogy nehezebben veszi észre az ember a követ, de itt van három egymás mellett. Azzal megvolnánk. És lehet, hogy itt a shift-tel közben érdemes ugrálnom fel alá, mint egy veszett majom. Hú, találtunk málnát is, úgyhogy legalább van egy-két harapási kajánk. Na mi van, madárember? Nagyon mondani akarod. Mondjad. A testhőmérsékletről beszél. A stamina regenerációdat visszavesz, amikor fázol. Keres meledéket, vagy pedig gyújtsál tizet, és akkor rendben leszel. Oké. Okay. Köszönjük, papagáj kapitány. Azon vagyunk. Most már van 5 kődarabom, úgyhogy készítsük el az első tűzünket. Nem tudom, hogy itt nincs egy szikla oldal, vagy valami. Jó, itt lesz az első tűzünk. Ezzel felmelegítjük karakterünket egy kicsit. Illetve el kéne készítenünk az első barkács állomásunkhoz. Barkács állomásunkat, ahhoz pedig kelleni fog még fa. Úgyhogy menjünk, vágjunk még fát. Jó irányzott csapásokkal kivágjuk a bükkfát. És szétbarmolt mindent. Most feldaraboljuk, és akkor megnézzük azt a porkács asztalt, hogy mire képes. Szóval valami állat itt cincog a háttérben, nem tudom, hogy mi ez. Jaj, jaj, jaj. Itt egy csonti. Csonti uraság. Majdnem meg is ölt minket együttésre. 2 életem maradt. Nem szép dolog tőled. A játék az első éjszakán meg fog minket ölni mindjárt. Mindent megpróbáljuk felvenni a harcot. Nem szabad, hogy eltaláljon minket, viszont az a baj, hogy a staminám meg alig van közben. Na is egyet. Oké, elhibázta, és akkor megpróbáljuk bevinni a műtésünket. Oké. Okay. Hát ez meglepett. Ennünk kéne valamit. Van nálam egy darab eper, azt betoljuk. Regeneráljunk. Illetve... Nézzük ezt a főzőállomást, hogy rá tudjuk-e tenni a... Ja, hogy fölé rakjuk, és akkor úgy. Így van. Tehát tűz fölé kell rakni a főzőállomást, és a... levadászott húsikat fölírakod, az pedig egyszer csak elkészül, majd reméljük. Az étellel lehet életet tölteni, tehát benyomtam az eper darabot, és láthatjátok a alsó sorokba, hogy 2-ről szépen elkezdett töltődni az életem. Közben elkészült a grillezett nekfarok, azt is megesszük. És lehet, hogy nem is kell folyadékkal foglalkozni a játékban egyébként. Nem látok ilyen indikátort. A bal alsó sarokban ez a mező töltődött fel, úgyhogy minél változatosabb kajákat eszel, gondolom ez az éjség csíkod igazából. Akkor ez a piros ilyen hármas jel, ez pedig az életednek az indikátora. Tehát akkor igazából úgy néz ki, hogy erre a 2-re kell, hogy figyelj. Kell figyelned a kajára. Ez a villa fölötti rész. Illetve kell figyelni az életerődre, az pedig ez a piros cucc fölötti rész. És ugye mondtam a streamnek az elején, hogy minél változatosabban eszel, annál több életerőd lesz. Tehát most elméletileg nem 25-re fog visszatölteni, hanem tovább fog menni az életerőnk. Gyakorlatilag megfogalmam nincsen, most játszok először. Úgyhogy beszéljünk a... papagáj emberrel. Élelem. Az élelem elfogyasztása megneveli az életerő teljes értékét. Különböző fajta élelemek elfogyasztása még tovább növelhető. Így van, ugye pont erről beszéltem. Köszönjük, papagáj ember, hogy megerősítetted a
tudásomat ebben. Oké, mennyi fa van nálunk? 31 darab. És nézzük meg, hogy milyen recepteket tudok még elkészíteni. Itt jön egy szürke lidérc, ugye? Jól emlékszem az oltanára. Úgy néz ki, hogy félnek a tűztől, tehát vissza is ment az erdőbe. Bunkos bottal pedig szerintem én ezeket leterítem, mert ugye ezeket ökölelse volt nagy cucc elkapni. Szürke fagy. Úgyhogy kapjuk el ezeket, ki is nyírtuk. És van még itt mána, ezeket gyűjtsük be. Törekedjünk a minél változatosabb étkezésre. Ugye bal alul láthatjátok, hogy már 43-nál tart az életerő, nem pedig a 25-nél annál az alapnál, úgyhogy minél több kajaforrást kell majd gyártani. Tudok javítani, mit tudok még csinálni? Barkács azt, igen, ugye ezt akartuk elkészíteni. Fogalmam nincs, hogy mi történik, hogy gondolom a barkács azt a körüli ilyen karika mezőjébe tudsz majd építkezni, feltételezem, egy házat felhúzni. Főleg szerintem azért, mert ugye multiplayer játék is, és ha jól emlékszem, mert egyébként olvastam róla egy keveset a játékról, hogy miket érdemes az elején csinálni, úgy írták, hogy a barkácsasztal köré tudod majd felhúzni a házadat talán, de nem biztos, mindjárt megnézzük. Igen, közben írja, hogy a barkács asztal engedélyezi számodra, hogy a komplexebb, összetettebb eszközöket legyártsad, és sokkal több épületi elemhez engedi a hozzáférést. Most bedobjuk a málnát, ha már itt vagyunk. Itt egy mini házikó. Ezt kellett volna használni barkács asztalra.